Nyilván az embernek első látása nem tűnik nagy dolognak, de mondjuk aki erre közlekedik autóval, az lehet, hogy annál inkább várja. Így van, hiszen számtalan szülő hozza ide a gyerekét, illetve az óvoda és az iskola is erről az útszakaszról közelíthető meg. Ez ciklusokon átívelő probléma volt egyébként, úgyhogy ez egy nagy projektnek a része, amire én azt gondolom, hogy a pozitív válasz, amelyet készhez kaptam, mindenféleképpen abban a szempontból megnyugtató, hogy végre pont kerülhet az íre. Méghozzá ennek a 30 méteres szakasznak a helyreállításról felújításával, így teljes mértékben egy felújított útszakaszon közlekedhetnek majd a szülők. Most azért mondtam, hogy ciklusokon átívelő ez a probléma, mert ugyan még nem voltam itt képviselő, de már akkor az igazgató úrral, Suhai úrral, aki már sajnos azóta elhunyt, ugye többször beszéltünk arról, hogy a parkolási problémát meg kellene oldani, akkor több területben gondolkodtunk, illetve akkor még szóba jött az, hogy az önkormányzat esetleg, ha anyagilag úgy áll, akkor esetleg meg tudja vásárolni ezeket a területeket, de természetesen ebből nem lett semmi. Természetesen az arra vonatkozik, hogy sajnos itt nagyon sok olyan negatív történés volt, ami befolyásolta a városnak a büdzséjét, úgyhogy ezért nem kerülhetett erre sor. Annak külön örültünk, hogy egyébként egy civil kezdeményezésre is, illetve egy civil ember fölvállalta azt, hogy megvásárolt itt egy területet, amit ugye magánterület és parkoló célra kialakított. Én bízom benne, hogy a jövőben az önkormányzat ezen a területen is tud segíteni esetleg önkormányzati területbe bevonással, ha a tulajdonos hajlandó lenne mondjuk esetleg ezt közcélra átadni, vagy mondjuk az iskola részére, vagy az alapítvány részére. Ugye ezt a szándékot még nem tudjuk, erről még nem beszélgettünk az illetővel. Egyébként itt ezek a fejlesztések az intézményi tanácsülésen és illetve az új igazgató asszonyon is beszélgetve, illetve az illető úriemberrel is, aki tudjuk, hogy a Horváth Ferencről van szó, aki ugyancsak az intézményi tanácsnak a tagja, illetve az elnök ráadásul többször szóba került. Úgyhogy itt most olyan fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban, amelyből a palinaiak mindenképpen hasznot húzhatnak, lehet így mondani, tehát mindenképpen örülhetnek neki. Ez a mostani még nem valósult meg, viszont a hangsúlya mégen van, hiszen azt tudjuk már, hogy meddig kell elkészülnie a VIA-nak, hogyha jól figyeltem. Így van, ezen év első felére ígérték ennek a projektnek a befejezését. Ez reményeim szerint már azt jelentheti, hogy amikor itt évzárás lesz, akkor már a szülők egy ilyen teljesen felújított szakaszon közlekedhetnek már. Ezáltal biztonságosabbá téve a közlekedést is. Azért ne felejtsük el, mindig mondom, hogy nem csak iskola, hanem óvoda is van itt, ami ugye kimondottan ugye ugyancsak a városhoz tartozik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ennek nem csak a szülők, nem csak az iskola, az óvoda, hanem a tankerület és még számos olyan részvevője van a történetnek, akik egyébformán örülhetnek. Iskolával, óvodával együtt egyébként tudjuk-e nagyjából belülni, hogy mennyi gyerek fordul meg itt nap, mint nap, nyilván tanítási időszakban? Hát nyilván ez több százas nagyságrend. Szerencsére itt a Palin iskola is terített, nagyon kedvelt iskola, hát nem csoda, hiszen egyrészt az itt folyó szakmai munka az már országos hírértékkel bír, illetve ugyanez igaz az óvodára is, hiszen óvodáink is ott vannak, nagyon-nagyon sok projektben részt vesznek, és úgy azt kell, hogy mondjam, hogy teltházunk van mind a két intézmény tekintetében, úgyhogy jelentős fontossággal bír ez a beruházás. És még a beruházás kapcsán szinte látom lelki szemeim előtt a kommenteket, hogy most egy 30 méteres szakasz STB-STB, viszont hogyha a visszajára fordítjuk, és utalt is már rá képviselő úr, hogy egy ciklusokon átívelő probléma volt ez, hogy eddig miért is nem jutott eszébe senkinek, holott hiszen tényleg folyamatosan kapjuk a híreket, hogy az iskola valóban fejlődik, mind szakmailag, mind gyerekszámban. Igen, meg hát ne felejtsük azt is hozzátenni, hogy a óvodáig vezető hosszú szakasz, illetve az iskolával közös szakasz, illetve a mellette levő rész, az ugyancsak az én interpellációmnak, illetve a intézkedésemnek köszönhetően került felújításra, megújításra. Úgyhogy akik esetleg ilyet kommentelnek, akkor ezzel a szakasszal együtt vegyék, és akkor már is egy több száz méteres komoly szakaszról beszélünk. Ami én azt gondolom, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben, ami az országot jellemzi, ami a városokat jellemzi, kiharcolni egy-egy körzetbe, az azért nem kevés munka.